teljes, régen látott nagyüzem fogadott bennünket a szekszárdi atlétikai centrumban. Mint bő 10-15 évvel ezelőtt, amikor az újnak számító szekszárdi létesítményben egymás utáni években felnőtt magyar országos bajnokságokat rendeztek. Az elmúlt évek nem erről szóltak. Az új sportközpont vezetés azonban újra életet akar vinni az atlétikába. Miután láttuk a nevezéseket, hogy közel 700 atlétát fogunk fogadni a városunkba, őket még elkísérik az edzők, sportvezetők, tehát szerintem több mint 1000 ember várható a mai nap folyamányt az atlétika pálya mellett. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy kicsit jobban belenyúlunk a zsebünkbe, és egy kicsit az infrastruktúrán javítunk. A szekszárdi, a dombovári, a bonyhádi és a tamási atlétikai szakosztályok a különböző versenyszámokban éppen ebben a korosztályban nem tudtak felvonultatni sok dobogóra esélyes versenyzőt. De az az egy néhány, aki már fedett pályán vagy a szabadtéri versenyeken bizony letette a névjegyét, az hozta magát az országos bajnokságon is. A két nap során két ifjúsági magyar csúcsot is rögzített a Magyar Atlétikai Szövetség. Mind a kettő veszprémi atlétához kötődik. Kövér Fanni női gerelyeseknél javította 59 méter 4 centiméterre az ifi magyar csúcsot. Kovács Ferenc Somor jóvoltából pedig a 2000 méteres akadályfutás ifi magyar rekordja módosult 5 perc 47 másodperc 53 század másodpercre. Feltűnő volt a sárga trikós önkéntes segítők nagy számú jelenléte végig a verseny alatt. Mindez azért történt, mert a rendező sportközpont a lehető legjobb szervezésre törekedett, hogy ezzel is maga mellé állítsa a Magyar Atlétikai Szövetséget. Mert hogy, mint kiderült, a jövőben még rangosabb, ha lehet nemzetközi versenyeket is szeretnének rendezni ezen a pályán. De adott volt a versenybírók önkéntesek egyéb közreműködés számára egy plusz motiváció is. 2023-ban Budapest rendezi az atlétikai világbajnokságot. Versenybíróink már most elkezdtek fölkészülni erre, indult egy országos program. De tulajdonképpen aki most bekerül ebbe a körforgásba, az majd részt vett a 2023-as világbajnokságon is, mint önkéntes. Nagyon örülök, hogy nagyon sok szekszárdi arcot látok itt, sok olyan fiatalt, aki korábban atlétám volt, vagy jelenleg is atlétám. Szeretném megköszönni itt is munkájukat. A rangos szekszárdi versenyekre azért is szükség lenne, mert az U20-as, U23-as és lassan a felnőtt korosztályokban is, mint Bonyhádon, Szekszárdon, Tamásiban, remek versenyzők bontogatják szárnyaikat az atlétika különböző szakágaiban.